13 éve működő drogtanyát buktatott le az Ozora Fesztiválon a Hír Televízió. Panaszkönyv című műsorunk stábja motorháztetőről és autókból árult kábítószert is talált a rendezvényen. Munkatársunk szerdán járt a fesztiválon, aznap bejelentést tett a rendőrségen, de a hatóság csak másnap intézkedett. A csütörtöki razzián 41 embert állítottak elő kábítószerrel való visszaélés miatt. 4 díler előzetesben van. A sárbogárdi rendőrkapitányt azonnal menesztették. LSD, hasés, mushroom, MDMA. You have everything. You want? No, thanks. A Panaszkönyv című műsorunk stábját is kábítószerrel kínálták az Ozora Fesztiválon. Külön drogutcában vásárolhattak a jórészt külföldi vendégek. MDMA, ketamin, speed, LSD, weed, mushroom, synthetic mescaline. A dílerek lakókocsiból, motorháztetőről árulták a különféle kábítószereket, nyíltan táblákkal hirdették az árut Borsosáron. Halálfejes zászló jelölte a drogelosztó helyeket. What is this? This is with mushroom, this is natural, with dry fruits and... Natural and this? With mushroom. And how much does it cost? This is 2 euros. This? I don't know. 6 euros. A kapuban is rendőröket látott a stábunk. Riporterünk szerdán bejelentést tett, a járőrök azonban ezután sem mozdultak el a bejárattól. Az egyenruhások csak egy nappal később tartottak razziát a fesztiválon. Az ORFK arra hivatkozik, hogy egy előre eltervezett operatív akcióról van szó. A szóvivő azt állítja, nem a riporter állampolgári bejelentése után intézkedtek. Ezt az akciót egy több hónapos operatív felderítés előzte meg. Az akció során, amely részben még mindig tart egyébként, összesen 304 személlyel szemben történt intézkedés. 41 fő előállítására került sor, ugye, bűncselekmény megalapozott gyanúja miatt. Sárbogád rendőrkapitányát az országos rendőrfőkapitány azonnali hatállyal felfüggesztette, és azt is vizsgálják, hogy a helyszín biztosító egyenruhások tudtak-e a kábítószerről. Az interneten egyébként Közép-Európa legbiztonságosabb drogpartiaként hirdették az Ozora Fesztivált a szervezők, amelyet 13 éve rendeznek meg. Az ilyen ügyekben akkor történik intézkedés, amikor ez az ORFK tudomására jut. Most ön nem tud nekem mondani az elmúlt 2 évben olyan ügyet, ami ilyen bűncselekmény gyanús lehet, hogy az országos főkapitány leintézkedett volna. Az egy más kérdés, teljesen jogos, hogy amennyiben a helyi rendőri szerveknek tudomására jut ilyen bűncselekmény, akkor intézkedni kell, vagy kellett volna. Beszédes ugye a mai vezetői visszavonás is. A lefoglalt drogot még most is vizsgálják. Eddig 2,5 kg marihuánát, 25 csomag meszkalint, 40 extázi tablettát, 50 g hasisgyantát, 5 g kokaint azonosítottak, de a szám még nem végleges. A helyszínen 6 kábítószer kereső kutyát is bevetettek, de az állatokat 10 percenként le kellett cserélni, mert ilyen nagy mennyiségű szerrel még nem találkoztak. Kedves nézőink, a Panaszkönyv adását jövő héten szerdán láthatják a Hír Televízióban.